Sziasztok, Bebe vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. A mai videóban mágia rakást fogunk készíteni, ami egy nagyon finom őszi téli sütemény, talán így a tél utolsó napjaiba még belefér. Fő részei ennek a süteménynek a párolt almatöltelék, darádió, finom házi baracklekvár, valamint egy jókora adag tojásfehérje hab, és száraz kifli vagy kalács segítségével fogjuk az alapot elkészíteni. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan készül, akkor feltétlenül maradjatok velem. Az almatöltelékkel fogjuk kezdeni. Nálam ebben a tányérban 400 g alma van, mindenféle maradék is volt közte, úgyhogy már a nettó súlyt mondom nektek. Tehát 400 g, ehhez adok 60 g kristálycukrot, az egészet pedig egy körülbelül ilyen 3 deka vajon fogom puhára párolni. Természetesen fahéjat is adok hozzá bőven. Amint nagyjából megpárolódott az alma, már teszem is félre, nem kell szétfőzni, hiszen fog még hőkezelést kapni ezután is. Az alapunk most kifliből fog készülni, ahogy mondtam, száraz kifli vagy kalács tökéletes erre a célra. 5 száraz kiflivel dolgozok, 3 deci tejre, 4 tojássárgájára, 80 g kristálycukorra, egy csomag vaníliás cukorra és egy bio narancshéjára is szükségünk lesz. A lábasban lévő tejet melegíteni kezdem, ez idő alatt a tojássárgáját a kristálycukorral, vaníliás cukorral, narancshéjával, valamint egy pici tejjel szépen csomómentesre keverem. A száraz kiflit pedig felkarikázom. Forró tejből egy keveset a tojásos keverékhez öntök, majd az egészet visszaöntöm a fazékba. Ezt már nem kell tovább főzni, igazából csak azért volt erre szükség, hogy ne legyen csomós. Ehhez a meleg tojásos keverékhez hozzáadom most a felkarikázott kiflit, és várok egy kicsit, hogy jól megszívják magukat a kis karikák. Közben előkészítem a sütőformát, egy 22 centis kapcsos tortaformát, kivajazok és egy kevés darált háztartási kekszel meghintek, nyugodtan használhatok egyébként zsemlemorzsát is helyette. Ahogy említettem, sárga baracklekvárra is szükségünk lesz, körülbelül egy 130-150 g-ra, ehhez fogok adni egy kevés rumot, természetesen ez elhagyható, vagy aromával is tudjátok pótolni. A rétegzéshez pedig még 150 g darádióra is szükségünk lesz. Most pedig összeállítom a süteményt, a kiflit, ami ugye jól megszívta magát ezzel a cukros, tojásos, teljes keverékkel, szépen az edénynek az aljába helyezem, kicsit lenyomkodom, majd jöhet egy réteg sárga baracklekvár, és megszórom darádióval. A párolt almát is a süteményre simítom, szépen egyenletesen, ezután pedig a lekvár másik felével fogom zárni. 175-180 fokra előmelegített sütőben egy jó fél órán keresztül fogom sütni. A süteményünk nagyon jellegzetes része, a masszív, magas tojásfehérje hab a tetején. Most ezt fogjuk elkészíteni, amíg sül a süteményünk. 5 darab tojásfehérjéhez 150 g kristálycukrot adtam. Ezt most svájci módszerrel fogom elkészíteni, tehát vízgőz fölött fogom melegíteni. Tojássárgájából ugye 4-et használtunk, de nekem volt még egy extra tojásfehérjém a hűtőben, így én felhasználtam erre a célra, de ha gondoljátok, 4 tojásfehérje is bőven elég. A tojásfehérjét a kristálycukorral gőz fölött elkezdem melegíteni, kevergetem folyamatosan, hogy nehogy rántotta legyen belőle, és amikor már csípősen meleg és feloldódott benne a kristálycukor, akkor leveszem a tűzről és kihabosítom. Így már kap a tojásfehérje egy jó kis hőkezelést, biztonságosabban tudjuk fogyasztani, és nagyon szép tartása is lesz. Kiváltjuk a sütőből a süteményt, ahogy látjátok, egy picit meg is emelkedett, erre fog most rákerülni a tojásfehérje hab, amit ügyesen eligazítok majd rajta. Ezután a süteményt a habbal együtt még 175 fokon 15 percen keresztül sütöttem.
Nagyon-nagyon szépen megemelkedik a tojásfehérje, de valamennyire vissza fog majd esni, ez egy természetes folyamat. Ettől eltekintve még így is nagyon szép magas maradt a tojásfehérjém, remélem, hogy a tietek is így sikerül majd. Amikor már jó langyosra hűlt a süteményünk, tehát nem tűzforró, nyugodtan körbe lehet vágni és megszabadítani a csatos tortaformától. Elkészült a tortánk, nagyon finom lett, laktató, kiadós, sok minden van benne, és mégis egy kicsit ilyen maradék felhasználós. Nálam ez a pár darab kifli volt, ami kiváltotta ezt a reakciót, valamint tényleg sok-sok ilyen apró alma maradékunk volt, félbevágva, negyedbevágva. Nekem nagyon kapóra jött ez a sütemény, és tényleg pikpak elfogyott, mindenkinek íz lett. Remélem, hogy nektek is megjött a kedvetek hozzá, és elkészítitek. Ha tetszett a recept, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, amíg nem tettétek meg. További szép napot és sok sikert kívánok nektek! Sziasztok!